Nándi fölkeresett engem azzal kapcsolatban, hogy ezeket a hangszereket, amelyeket ő megálmodott, létrehozzam és megvalósítsam. A Zenéli Budapest 6. évadját kezdi, de ez egy rendhagyó év, körülöttünk a világ is megváltozott, és ezért úgy gondoltuk, hogy egy hosszú távú programot találunk ki. Ennek a legfontosabb része az, hogy olyan hangszereket terveztem, amelyek értékállóak, és sokáig használhatják a gyerekek vagy érdeklődők, akár korosztálytól függetlenül is, vagy zenei előképzettség nélkül. Sokfelé jártam a világban, mint ahogy a muzsikusok rengeteget utaznak, és sok helyen láttam szabadtéri hangszereket. Ezek nagyon megfogtak engem, hiszen a Zenéli Budapest szellemiségéhez nagyon közel állnak az olyan közösségi hangszerek, amelyek a hétköznapjaink részévé válhatnak az utcán, akár egy parkban, vagy egy közterületen elhelyezve, és bárki megszólalhatja őket arra járva. Ez egy nagyszerű gondolat, ezt a gondolatot szerettem volna továbbfejleszteni ezzel a műsorral. Ezeket a rajzokat nekem külön el kellett programozni, kitalálni, hogy mondjuk például azoknak a hangoknak a hosszúsága, szélessége, vastagsága, hogy fog stimmelni a megadott hanghoz. És ugye 2 hét alatt elkészült az első prototípus hangszer, ami már szól is. Ez ugye arra szolgál, hogy a Nándi ide jöjjön, megnézze, ha valami nem tetszik neki, ki tudjuk még javítani. Tehát az alapfunkciója, az alapkoncepció az már végleges. Ez a hokétusz hangszer szerintem a legbonyolultabb már felépítésben és elkészítésben, tehát nagyon sok munkát igényel. Viszont a többi 2 hangszer, tehát ugye a pentaharp és ugye a pagoda, azok viszonylag egyszerűbbek, ott csak ugye a tartóelemeket kell elkészíteni, és ezért ugye úgy döntöttem, hogy inkább ezzel kezdem ezzel a hangszerrel, a hokétusszal az egész folyamatot. Gyakorlatilag, amit a Nándi szeretett volna ezzel elérni, hogy egy profi hangszer, és egyben játék is, tehát a színek és az elrendezés az teljesen megvalósítható.